Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 18-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és most megnézzük ezt az első kártyán. A hold ezen a képen szimbolizálja az ő vágyait, reményeit, emlékeket és az ő álmait. Ti vagytok itt a középpontban, mert rólad álmodik. Ez a kártya jelenti azt is, a holdig meg vissza, tehát eljutni az álmokig, de visszatérni a földre, mert ez kell, hogy megvalósuljon, ez jelenti a reális dolgokat. A második kártya azt mutatja, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ezek gyönyörű érzelmek. Az ő belső hangja azt súgja. Hallasz engem? Ő ezt nem mondja ki, de gondol rá. Ő ezt érzi. Ez olyan, mint egy telepátia kettőtök között. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a ruha, ez egy lepke ruha, és szimbolizálja a transformációt, tehát a megújulásokat. A közeljövőben nem úgy lesz, mint a múltban. Lehet, hogy még nem értétek el azt, amit szeretnétek, de ez az út rendben van. Itt jóra fordulnak a dolgok. A mai napon nem a csokis kártyát választottam, hanem egy lelki üzenetet, ami most úgy passzol, és ezt közlöm most veletek. Ezt most le kell fordítanom magyarra, próbálom így szó szerint, érezd a vérednek az erejét, az őseidet, mert nem vagy egyedül. Talán jobban hangzik, ha én ezt úgy fordítom le, hogy érezd a belső erődet, gondolj azokra, akik már elbúcsúztak tőlünk, vagy az őseinkre, és ez is ad számunkra egy belső erőt. Ápoljuk a hagyományainkat. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!